Aranyból készült pénzérmék, ékszerek és egyéb tárgyak tekinthetőek meg a Királyi Aranyak Fehérváron kincsek a Szent István Király Múzeum gyűjteményéből című kiállításon, amely hétfőn nyílt meg a rendház épületében. A tárlaton az őskortól egészen a 20. század első feléig tartó időszakból láthatnak szépen megmunkált darabokat az érdeklődők. Jó jelzi, hogy miért fontos az, hogy minél több közösség, minél több intézmény csatlakozzon ez a másfél hetes történelmi fesztivál sorozathoz, aminek pont az adja nagyon nagy értéket, hogy rengeteg látnivaló van. Köztük olyan különleges dolgok, amiket egyébként nem, vagy így együtt nem lehet látni. Önmagában az Árpádház kiállítás a Szent István Király Múzeum megújult főépületében ilyen, de ez most kiegészült a múzeumunknak és szakembereinknek köszönhetően egy plusz teremmel, ami megjelenésében is gyönyörű, és hát értékét tekintve is különleges. A kiállításon, amely fölött a Hunyadi Mátyás Halotti Pajzsa című tárlatra készült első mátyáskori csillagboltozat installáció magasodik, több mint 250 darab aranytárgy látható, legnagyobb számban pénzérmék, de függők, fülbevalók, gyűrűk és egyéb alkotások is szerepelnek. Úgy gondoltuk, hogy ez a díszterem melletti teremről beszélünk, amit a múzeum shopon keresztül még meg lehet közelíteni, ezt majd ingyenesen látogathatja egyébként minden kedves látogató, tehát akik nem váltanak jegyet a Királyok és Szentek kiállításra, azok is, és ezek bizony a múzeum trezorjában eddig őrzött legféltettebb aranykincseink kerültek ki ezekbe a tálókba, kb. 250 darab érme, fibula, egyéb gyűrűk, ékszerek, és hatalmas korszakot ölelnek át, hiszen a több ezer éves őskortól egészen a 20. századig. A honfoglaláskorból a 8-tól 11-ig. A megnyitót követően Belegrai Tamás a kiállítás kurátora tartott tárlatvezetést. A Királyi Aranyak Fehérváron kiállítás augusztus 31-éig ingyenesen látogatható a Szent István Király Múzeum rendház épületében a főutca 6 szám alatt.